Szevasztok! Na mi a helyzet? Minden jó? Ja, minden király. Megyünk felfelé a dombon. Dombot mászunk. Hopp! Hopp, 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 oda nézzetek. Gyerekek, kora reggel a mókus ott szalad. Itt szaladtál előtt. Jaj, de aranyos vagy. Na, ennyi. Mókus fut előttem. Futott előttem, már fönn van a fán. Valahol itt. Elég fürge, és elég aranyos is. Meg hát, ugye ő szereti a makkot, meg a diót, úgy tudom, de tényleg aranyos. Legközelebb majd egy sok partit azért rendezünk, jó? Az ilyen fürgén ne szaladja akkor. Ha netán én nyerek, akkor ne fussál. Vagy ha te nyersz, akkor én futok, de olyan gyorsan nem tudok, amilyen gyorsan tudsz. Ugye? Ja. Tudom, megbeszéltük a mókussal a sakpartit. Vagy habpartit? Minek habpartizunk? Azt nyáron kellett volna. Nem mindegy. Hát a nyár az elmúlt. Nem mindegy. Történt-e valami a nyáron? Nem tudom. Mit mondjak róla? Nyár volt. Nem sok helyen voltam. Gyerekek, mindig azt hiszem, ezekre a picinkékre, hogy kígyó. De hát ez nem kígyó. Most nézd meg, ez kígyó? Nem kígyó. Ez nem kígyó, hanem ez egy ilyen levélszerűség. Ugye? Na ugye. Tennyi. Na. Ó, csak sikerült így. Fölfeszíteni. Csillagom, csillagom. Mondjátok el nekem. Ó, merre jár? Ó, hol lehet? Ó, most a kedvesem. Ja, közben ugye a táskámat azért összehúzom, mert nehogy már kiessen belőle a semmi. Szervuszok, én Táska vagyok. Táska, köszönj a nézőknek. Sziasztok, nézők! Leteszem addig valahova ide. És minek a táska? Látom, jó? Azért ugye? Milyen jó az élet, amikor így zajlik. Itt is olyan sok levél van, de miért? Fú, mert ugye ide fújja a szél. Fújja az elsárgult levélre, fújja a szél, az elsárgult levelet. Ja. Ez egy ilyen érdekesség, amikor ilyen van, nem? Tehát, ja, na mi legyen, menjünk tovább? Menjünk tovább, nem? Tehát most itt fogunk, apa, jó, hát itt fogunk dalolászni, vagy mi lesz? Ugye? Dalolászunk, dalolászunk. És énekelünk. Mindjárt mutatok nektek valamit. Hogy menjünk oda? Hogy menjünk oda? Hát lemegyünk itt oldalt. Na, ilyenkor is vannak még szúnyogok. Érdekes, eddig nem tapasztaltam szúnyogokat. A másik helyen, ahol voltam, ott voltak szúnyogok. Amit oké, megértek, de itt annyira most nem tapasztaltam szúnyogokat. Ilyen kők is lerakadt van itt. Látjátok, ilyen tűz, rakosdó, rakosdi. Tessék. Nem tudom, hogy ki csinálta, mert amúgy igazából innen szedték ki a köveket. De gondolom, amikor itt vannak emberkék, akkor ők mondjuk úgy, hogy tüzet raknak. Hát a nyáron ugye, amikor úgy érzed, akkor csinálsz egy kis bográcsozást a baráti köröddel, vagy a családtagjaiddal. Na hát én nem szoktam bográcsozni egyáltalán, tehát ilyen nem szoktam bográcsozni. Ez egy faág. Na, most mondom, faág. Azt hittem siklókígyó. Hát mondjuk abban csak nem rúgok bele, ugye? Na mindegy, vissza a bográcsozásra, én nem bográcsozom. Meg hát... Minek? Otthon megeszed, amit kell. Na jó, persze a baráti kör, meg jó élmény. Itt én vágom. Még mindig vágom, mint a... Ahogy már meg a krumplit. Hú, a múltkor tényleg baszki főztem izét. Tojásos krumplit. Jó, hát a krumpli egy picit nem annyira főtt meg. De ehető volt. A tojás az pedig mennyi, csak az meg túlfőtt. Jó, az ember azért ilyeneket nem mindig szokott, de tehát nem azt mondom, hogy nem tudok főzni, csak tehát az ember azért tehát kapkodni, sietni. Most nem tudom, hova siettem, vagy hogy mit céllal siettem bárhova is. Nem tudom. Tehát, hogy, ja, de amúgy finom volt, úgyhogy jó, igaz, hogy kevés krumpli volt, meg két tojás hozzá, de hát
mennyei lapomban volt az a tojásos krumpli. Jó, mondjuk amikor krumplit megcsináltam, mert meg kell pucolnom, persze meg kell pucolni a krumplit, még jó, hogy hát jó be volt csomagolva, tehát meg a tojás is jó be volt csomagolva. Ja, videóinfo egynek a Zelek Zoltánnak a videóit szoktam nézni, és ilyen átlagos hétköznapi vacsorát, vagy reggelit, vagy ebédet, vagy palacsintát, vagy bármit csinál, és ő végig bemutatja, hogy mit kell csinálni, és ez egy jó dolog, ugye? Ez egy jó dolog, ennyi. Ja, mondanám, hogy leülünk ide, de minek? Hát, hogy itt olyan szép rend van itt, ajaj. Azért nem is ülünk el, olyan rend van itt, hogy hú. Rend van a rendetlenségben. Hoppá, micsoda gondolatmenet, ugye? Ugye. Nem tudom, mi van itt, parti volt biztos, de hát már így van a partinak, mert itt már nincs parti. Mondjuk ez a nyár, ez számomra nem sok mindent okozott, nem sok nagy meglepetést. Mármint úgy, hogy nem jártam nagy helyeken, tehát nem tudtam olyan érdekességeket látni, vagy érdekes helyen járni. Na, nem mindegy, tehát majd egyszer valami jön. Most előre minek beszélni arról, hogy hogy oda mész. Mindig terveztem. Erre a nyára is sok mindent terveztem, de nem ment bele semmi. Meg annyi videó ötletem volt, amit eltűntek, mint szürke szamár a ködben. És ennyi, tehát ugye nem tudok ezzel mit kezdeni. Érdekes, hogy kora reggel van. Most kapcsolok, szeptember van, hétfő van. És ja, ilyenkor milyen csend van. Persze ilyen 7 óra körül van. Nem is csodálom. Na. Amiket így tervezgettem, videó ötletek, azok eltörlődtek. Hát, ja. De azért legalább zajlott a nyár, azért aktivitásban részese voltam. Részese voltam a dolognak. Na, jól van, gyerekek. Ennyi lenne ez a kis videó, úgy gondolom, hogy ez most csak úgy jött a semmiből. Aztán semmibe tűnik el. Ha úgy gondoljátok, hogy velem akartok tartani, rátok bízom. Igazából saját magatok döntsétek el, hogy miért is szeretnétek engem követni, vagy mit célból szeretnétek akár továbbra is tőlem várni videókat. Szevasztok!